mindenről lehet beszélni vele, ugyanúgy a napi dolgokról, a divatról, a politikáról, a sütök-főzőkről, mi van a munkahelyen, ha van neki, mi van a gyerekkel, az unokákkal, tehát ugyanúgy beszélgessünk vele, mint mindenki mással, ha találkozunk. Vannak a betegek között is, akik zárkozottak, vannak, akik könnyebben megnyílnak. Szeretünk magunkról beszélni. Akkor, hogyha engedik, hogy olyan szintig menjen el a beszélgetés, ami nekünk még jól esik. Azt gondolom, hogy abszolút tabu téma nincsen. Tehát bármire, amire úgy őszintén kíváncsi az ember, azt, én azt gondolom, fel lehet tenni azt a kérdést, mert az talán a másiknak jól is esik, hogy na, ez tényleg figyel rám, mert ezt észrevette, meg együtt érez, mert gondol rá, hogy ez nekem probléma lehet. Igazából, amiről szeretnek beszámolni a betegek, hogy a mindennapi életben hogy tudnak boldogulni, tehát hogy egy-egy nehézséget hogy oldanak meg, hogy milyen praktikát, saját technikát dolgoznak ki, mi az, amit ők maguk fejlesztenek ki otthon, hogy könnyebben boldoguljanak, tehát az önellátásban maguk találnak ki esetleg egy-egy kis apró technikát, praktikákat, és ugye hát a mozgásukról nagyon szeretnek beszélni, hogy egy-egy edzés, egy-egy gyógytorna alkalom, hogy ment, hogy fejlődnek, vagy tehát egy ilyen pozitív fejlődésről nagyon szeretnek beszámolni a paciensek. Egymással beszélgetünk, nem a beteggel, és ez nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy a tabutéba talán inkább az, hogyha úgy beszélünk vele, mintha beteg lenne, mintha ezt tudatosítanánk vele, tehát ez nem kellene. Én azt gondolom, hogy leginkább az a fontos mégiscsak, hogy nyíltan beszéljünk ezekről a tünetekről, a problémákról, hiszen úgy lehet közös megoldásokat találni. A beszélgetés folyamán érezzük, hogy mik azok a területek, amik forró pontokként vannak jelen, amiről esetleg a beteg nem szívesen szeretne beszélni, azért, mert szégyelli, vagy talán azért, mert még önmaga se fogadta el. Mi Ágnessel mindenről szoktunk beszélgetni, tehát nagyon jó a kapcsolatunk, és igazából jobban meg is bízom benne, mint sok más nagynénémben, nekem nagyon sok nagynéném van, mert soha nem kellett csalódnom abban, hogy amit elmondok, akkor azt ő komolyan veszi, és nem is élt vissza soha a bizalmammal. Tehát mi mindenről tudunk beszélgetni, a betegségéről is szoktunk, nem feltétlenül mélyen, vagy nem az orvosi részéről, csak inkább arról, ami őt személyesen érinti. Tehát megkérdezem, hogy épp ma hogy érzi magát, vagy az időjárás rá is befolyással van-e, vagy csak nekem fáj aznap a fejem. De nem, nyilvánvalóan nem ez az elsődleges témánk, hanem minden más. Ugyanúgy próbáljuk meg kezelni a hozzátartozónkat, vagy az ismerősünket, vagy a paciensünket, mint amilyen volt ő a betegség diagnosztizálása előtt. Próbáljunk ugyanolyan nyitottak lenni vele, és ezt a kommunikációban is jelenítsük meg. Nyilván addig a szintig, ameddig mondjuk ez számára például nem terhes. Nyilván ezeket a területeket nem érdemes alaposabban körbejárni, jobban körbe kérdezni, mert akkor itt ellenállás ütközhetünk. Az SM és a szex. Hát ugye ez a tabu téma, nagyon kell vele foglalkozni, hogy a családok megmaradjanak. Ugye vannak megfelelő gyógyszerek, amik segítenek a házas élethez. Vannak az úgynevezett előjátékok, amik nagyon fontosak. Beszéljék meg a problémát, hogy most mind a kettő akarja-e azt a szexualitást, vagy sem. És ha ez nem megy, akkor menjenek el egy szexológushoz, beszéljék meg, beszéljék át az egészet, hogy tudnak nekik segíteni, mert így biztos, hogy sokkal tovább fönn tudják tartani a házasságukat megfelelő minőségben. Ez egy fontos pszichológiai kérdéskör, hogy a páciensnek adunk-e teret arra, hogy ventiláljon, hogy kifejezze azokat a problémákat, érzéseket, gondolatokat, amit ő megél a betegségével kapcsolatban, és ennek is van gyógyító szerepe.